Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra itt a YouTube csatornámon. Ez egy speckó videó lesz, amilyet még nem készítettem erre a YouTube csatornára. És kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog nektek tetszeni. És hogyha tetszeni fog, akkor arra gondoltam, hogy még több ilyet fog gyártani. És akkor úgy fogom csinálni, hogy felrakok két vlogot, meg felrakok egy ilyen beszélgetős videót is, hogyha nektek ez tetszik. Na de mindjárt el is mondom, hogy mire gondoltam. Ugye nekem az egyik munkám az, hogy segítek embereknek így a manifestáció területén, a pszichológiával, a manifestációval, a life coachinggal. Tulajdonképpen arra gondoltam, hogy miért ne segítenék nektek is, csak nem annyira komolyan, mint mondjuk azokon az oldalakon, ahol ezzel foglalkozom, hanem hogy csinálnék nektek is ide néhány ilyen motivációs videót, hogy hát, ha kedvet kaptok egy kicsit ahhoz, hogy minőségibb életet éljetek, vagy hogyha el vagytok akadva az életetekben, akkor egy kicsit ki tudlak benneteket ezzel zökkenteni. És ez a mai videó, ez igazából egy nagyon egyszerű videó lesz, arról fog szólni, milyen tippeket tudnék nektek adni ahhoz, hogy a reggeli rutinotokat hogy alakítsátok ki, hogy nekem mi volt az, ami bevált, én mit tapasztaltam az évek során, honnan indultam, és beavatlak egy kicsit titeket ilyen személyesebb dolgokba is, de nem csak itt fogok ülni és beszélgetni, hanem fogtok látni egyéb videókat is. Úgyhogy akkor csapjunk is bele. Mi az, amit legelőször csinál az ember, amikor felébred, kinyomja a szundit, ugye? Tehát a legtöbb ember az ébresztőre kel fel, és hát az, az igazság, gyerekek, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogyha nem akarsz elkésni, viszont be lehet állítani, képzeljétek el az agyunkat arra, hogy mindig ugyanabban az időben ébredjünk fel, mégpedig ezt a manifestáció segítségével, hogy minden este elképzeled azt, hogy mikor szeretnél fölkelni, és egy idő után erre rááll az agy. Nyilván ezt ne akkor csináld, amikor rendszeresen dolgozni jársz, hanem mondjuk, ha van egy hét szabid, akkor próbáld ki azt, hogy erre fókuszálsz minden este, és meg fogod látni, hogy egy idő után szépen mindig abban az időpontban fogsz fölébredni. Térjünk vissza az átlagos témához, az, hogy amikor az ember szundira kell fel, mit rontunk el akkor mindig? Hát kettő dolgot. Vagy azt, hogy 83-szor kinyomod a szundit, és jól elkésel és elalszol, vagy a másik, hogy kinyomod egyszer a szundit, nem kelsz fel, hanem elkezded görgetni a telefonodat. És az az igazság, hogy a kék fény az se reggel nem jó az idegrendszernek, se pedig este lefekvés előtt. Tehát ez a tévé, telefon, laptop, tablet, akármi, ezt így ne. Az a legjobb az egészben, hogyha kinyomod a szundit, tegyük fel, még egyet pihensz a következő szundiig, és utána szépen fölkelsz, nyújtózol egyet, és utána elindul a nap. És mit kell olyankor csinálni? Nem fejjel rohanok a kávéfőző felé. Nem, éjgyomorra nem iszunk kávét, mégpedig azért, mert az emeli a kortizol szintet, aminek a hátulütője, hogy egy idő után nem fogsz tudni aludni, ahogy én csináltam. Hosszú-hosszú évekig mindig éjgyomorra ittam a kávét, és csak délután 1-2 fele kezdtem el kajálni, nem is a reggeliztem, aminek az lett a vége, soha nem tudtam aludni, és most így ennyi idősen érzem ennek a súlyát, hogy nagyon nehezen tudok elaludni, vagy ha nagyon könnyen elalszok, akkor nagyon gyorsan fölébredek éjszaka, elég gyakran. Szóval nem jó, hogyha megemeled a kortizol szintet, és ez igenis befolyásolja a reggeli kávét, tehát először kajálni. De még mielőtt kajálunk, mit csináljunk előtte? Nagyon jó az, hogyha nem ugye a telefonodat görgeted, hanem mondjuk oda mész az ablakhoz, kinyitod az ablakot, szellőztetsz egy picit, nézed mondjuk a napfelkeltét, ha esetleg korán kelő vagy, vagy nézed, ahogy ébredezik a város, vagy falu, vagy bárhol, ahol élsz, és egy kicsit az eget kémleled, és a természetes fényt fogadod be. Aztán utána nagyon jó az, hogyha az ember hidratálja magát, ugyanis az alvás után nagyon fontos az, hogy az ember hidratált legyen, mert rengeteg vizet veszítünk éjszaka, és én amit szoktam csinálni, hogy általában csinálok egy citromos vizet magamnak, és ezt a citromos vizet megiszom, ez körülbelül olyan 3-5-7 deci szokott lenni, ez változó, éppen melyik óriás bödönömbe készítem el azt a citromos vizet, és ez az első, miután fölkeltem, hogy megiszom ezt a citromos vizet, és utána pedig elindulok sétálni. Ugyanis a reggeli mozgás nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy az ember nem minden nap mozogja valamennyit, de nem mindenkinek van ideje, lehetősége eljárni edzeni, és hogyha már sétálsz, az is nagyon sokat számít. Azt mondják, hogy napi 20 perc séta már rengeteget segít. Én lépésszámlálót szoktam figyelni, és majd ide belinkelem nektek, hogy melyik az a lépésszámláló, amit én szoktam használni. Ez a Sweetcoin nevezetű. Itt láthatjátok. Ez a lila, itt fölül, ez a Sweetcoin, ő az számolja, és nagyon szeretem ezt a lépésszámlálót, mert tudtok vele ilyen kihívásokat is csinálni, hogy mit tudom én, most sétáljunk a daganatos beteg gyerekekért, vagy most sétáljunk, örüljünk a jó időnek, és akkor meg van határozva, hogy hány lépést kell megtenni, és ugye ez mindig számolja a lépésedet, hogyha van okos órád, akkor ugye az még jobb, mert az egész nap számolja a lépésedet. Nekem volt, de már nem használom, és eladtam, mert nem szerettem a dizájnját, akárhogy is Apple Watch ide vagy oda, valamiért nekem annyira nem
tetszett. Úgyhogy amikor a telefon ott van a táskámban, vagy a nadrág zsebemben, akkor az számolja a lépésemet, és mindig törekszek arra, hogy napi 10 000 lépés meg legyen. Az a napi 10 000 lépés, az 7-8 kilométer. És nyilván ezt nem egyből ébredés után szoktam megtenni, hanem mondjuk ébredés után, miután fölkeltem és megittam a vizemet, sétálok egyet a kutyával. Úgyhogy az egy tök jó opció, ha van egy kutyusod, és vele reggel sétálsz mondjuk egy kicsit hosszabbat. Mi reggel a Holival egy olyan 40 percet szoktunk sétálni körülbelül, és azért azzal már van egy olyan 3 000 lépésem körülbelül, 3-4 000 lépés. Azért csak ennyi, mert ő vele nagyon lassan lehet haladni, és tök sokat állunk egy helybe, és azért tart ennyi ideig, mert nem nagy távot teszünk meg, csak lassú, ahol. Ha nincs kutyád, akkor meg fogadj örökbe, gyorsan egyet is, meg is van oldva ez a dolog. De egyébként nagyon sokan mondják azt, hogy persze, de reggel hova sétáljak annyit, vagy hogyan. Hát megteheted azt, hogy fölkezd korábban, és tényleg szánsz erre időt, hogy mondjuk a házad, lakásod körül sétálsz egyet. Lehet, hogy ez most azt gondolod, hogy hülyén hangzik nekem, amikor nem volt a Holi, akkor is megcsináltam. Vagy egyszerűen a legjobb megoldás, hogyha mondjuk gyalogmész a munkahelyedre, vagy mondjuk, hogyha nagyon messze van, vagy egy másik városban van, akkor leteszed az autód a másik városba, messzebb a munkahelyettől, és sétálsz mondjuk egy negyed órát a munkahelyed felé. Szóval, hogy ez mindig egy kifogás, amikor valaki azt mondja, hogy nem tudom megoldani azt, hogy sétáljak. Nem muszáj ezt reggel, de nagyon jó, ha a reggeli rutinodba be tudod illeszteni ezt a 10 perc negyed óra sétát valamikor valahova. Lehet, hogy akkor elsétálsz egy távolabbi busz megállóba, és ott szállsz fel a buszra, ami elvisz téged a munkahelyedre. Vagy tényleg reggel a kutyával, vagy csak egyszerűen a gyerkőcöddel gyalogmész az oviba, az iskolába. Tehát, hogy biztos, hogy van egy olyan opció, amit meg tudsz oldani, hogy ez a pár perc séta, ez beleférjen a napodba. Nagyon-nagyon regenerál, nagyon jót tesz az, hogyha nem a telefonodat bámulod kora reggel, és idegesíted magad már rögtön az információkkal, hogy mi történt előző este, mi történt éjszaka, hanem egyből elkezdesz saját magaddal foglalkozni, azzal, hogy a tested, a lelked felébredjen. És akkor utána visszatérsz, és reggeliz. Reggeliz, és utána idd meg a kávédat. Mert hogyha nem reggelizel, amint az előbb mondtam, az nem tesz túl jót. Nekem nagyon sok idő volt megszokni, és sokáig tartott, amíg elfogadtam azt, hogy reggelizni kell. Mert én például sose volt étvágyam, most sincs étvágyam reggel, tökre nem vagyok éhes. Most már legalább nem az van, hogy hány ingerem van, hogyha a kajára gondolok reggel, mert megszoktam azt, hogy reggelizek. Hogyha az van benned, hogy nem tudsz enni, akkor próbálj meg egy ilyen, én mindig úgy hívom ezt, hogy ilyen kamu reggelizni, ami mondjuk azt jelenti, hogy megeszel két darab korpovit kekszelt, vagy egy szelet sajtot, vagy csak megeszel egy főtt tojást, előző este megfőzöd, és csak egyet megeszel. Tehát, hogy valamit, ami csak ilyen egy darab valami, hogy ne legyen üres a gyomrod, és egy idő után a tested érezni fogja, hogy szüksége van rá. Például most valamelyik nap volt pont egy ilyen, hogy ilyen kamu reggeliztem, mert nem volt kedvem kaját csinálni, és megettem 2 darab korpovit kekszet, meg egy medve sajtot, és utána elmentem a Holival még egy körre, mert kellett neki még egy kört menni, és utána tök éhes lettem. Szóval, hogy tényleg a tested meg fogja mondani, hogy mi a jó neki. Bármennyire is mondjuk azt mondod, hogy te nem vagy ez a reggelizős, én se voltam. Én reggel megittem egy kávét éjgyomorra, rohantam a munkába közbe, vagy éppen ahova mentem általában forgatni, mindig hajnalba, tök korán, tök fáradtan, 10x órákat, hullafáradt voltam. Közben néztem az interneten a dolgokat, görgettem a telefont, és megittam még egy kávét odafele, és délután 2-kor ettem először, és addig már a gyomrom is fájt az idegességtől, meg a rengeteg infótól, amit befogadtam, meg hogy elkezdődött a nap, is nem vagyok ott fejben rendesen, mert nem volt reggeli rutinom, és ez azért nagyon fontos a reggeli rutin, mert az ember, ha reggel saját magával foglalkozik, akkor sokkal produktívabb lesz a napod, ezt hidd el nekem. Ami még fontos a reggelben, az, hogy indulás előtt legyen egy arcápolási rutinod. Ne feledkezzünk meg a külsőnkről, ne feledkezzünk meg a bőrünkről, hogy mindig hidratált legyen a bőröd, hogy mosd meg az arcod hideg vízzel, jéghideg vízzel, az mindig nagyon jót tesz a jéghideg víz, mert az ráncoknak is hosszú távon, én egész pici gyerekkorom óta, drága jó édesanyám tanította, mindig azt mondta, ez az ébresztő víz. Jéghideg vízzel mostuk meg az arcunkat, ami nem esett jól, de hálás vagyok neki ezért, mert tényleg ahhoz képest, hogy hány éves vagyok, vannak ráncaim, nem is kevés, de nem annyi, mint az én generációmban a többieknek általában. Úgyhogy tényleg nagyon sokat számít ez a hideg víz. Utána pedig hidratáld olyan krémmel, amit te szeretsz, amit te használsz, amit jól érzed magad. Én most kipróbáltam egy olyat, amit Amerikában használtam, és nagyon szerettem, és végre lehet Magyarországon is kapni, ez a CeraVe-nak ez a hidratáló kréme, úgyhogy most tök jó, mert most éppen azt használom. És hogyha megvagy ezzel a sétával, meg mindennel, és esetleg úgy van a napod, vagy úgy indul a napod, hogy még van időd mondjuk edzeni is akár, és nem fogsz elkésni a munkából, vagy úgy tudod beosztani az idődet, az a legjobb, hogyha a séta mellett mondjuk még edzel is, vagy hogyha sétával mész az edzőterembe, vagy a csoportos foglalkozása, vagy bármire. A reggeli edzés azért jobb, mint hogyha este mennél, mert este az agyad elfárad, és nagyon sok
ember mondja azt, hogy igen, este hazaér, és akkor kikapcsolja azt, hogy elmegy a konditerembe, és akkor ott sportol, oké, csak hogy mivel az agyad elfáradt, akkor nem fogsz tudni úgy fókuszálni a testedre se, és az a baj ezzel csak, hogy este elmész a kondiba, még ott, ha fókuszálsz is, mert kikapcsol és jól érzed magad, utána hazamész, a tested is és a szellemed is el van fáradva, becsapódsz a zuhany alá vagy a fürdőkádba, és utána mint egy zombi így nézed a tévét, és azzal alszol el. Tehát ez megint azért nem jó módszer, ha tudod, inkább napközben vagy reggel menjél el sportolni. Nagyon sokan csinálják azt, hogy útközben reggel, mikor mennek a munkába, mondjuk, hogy a tömegközlekedéssel mennek, vagy ha kocsival is beérkezik a munkahelyére, akkor így a social médiát pörgeti. Nincs ezzel baj. De szerintem sokkal produktívabb tud lenni az embernek a napja, és sokkal motiváltabb lennél, hogyha reggelente motivációs videókat néznél. Nem tudom, olyan embereket, akik inspirálnak, akiktől jó kedved lesz, hogy nem feltétlen. Azért nem gondolom, hogy a képek nézegetése az Instagramon, és a TikTok videóknak a nézegetése, ami nem motivációs jelleggel bír, hanem csak nem tudom, a 82. tinci táncolós videót megnézni. Valóban oda köti az idegrendszeredet, az agyadat, és arra fogsz fókuszálni, de hogy ezer dologra figyelsz, a fény, a hang, meg a minden miatt, ahelyett, hogy mondjuk a tartalma olyan lenne, amit téged megfog, vagy megnyugtad, vagy jó kedved erít. Tehát találj olyan tiktokereket, youtubereket, akiktől jobb kedved lesz, azt nézd, vagy motivációs videókat nézd, vagy motivációs podcasteket hallgass. Az egy sokkal-sokkal jobban fog indulni a napod, hogyha erre odafigyelsz. Próbáld csak ki 2 hétig, mindig azt mondják, hogy a szokások 2 hét alatt alakulnak ki, próbáld ki, mert nagyon sokat fog számítani. Ami még szerintem tök fontos, és nagyon sokan nem csinálják, és ez megint egy olyan, mint az edzés. Ugye most nem sorrendben mondom, hogy mit csinálj reggel, hanem hogy ezek az én reggeli rutinjaim, amiket én nagyon szeretek, és nagyon jól érzem magamtól, és hát, hogyha neked is tud ez ötletet adni, és segíthetek vele neked. Nyilván nem kell ezt kőbevésni, és nem kell ezt csinálni, csak hogy gondoltam, hogy hát, ha motiválni tudlak vele. Ha mondjuk nincs időd az edzésre, akkor is legyen arra időd mondjuk, hogy magaddal foglalkoz. Az önmagunkkal való foglalkozás az lehet az egy meditáció, hogy mondjuk miután reggel elmentél egyet sétálni, ittál egy kis vizet, megkrémezted az arcod, készülődsz, még nem vagy ruhában, de mondjuk még a pizsibe vagy, és mondjuk lefekszel egy 5 percre, vagy leülsz a kényelmes kis karosszékedbe, és egy 5 percet meditálsz. A meditációtól nem kell megijedni. Nem feltétlen kell meditációs zenére, nem feltétlen kell ilyen lemenni alfába 800-szor, hanem csak annyi is meditációnak számít, hogyha leülsz és figyeled a lélegzetedet. Figyeled és koncentrálsz csukott szemmel arra, hogy beszívod a levegőt és kifújod a levegőt, és közben mondjuk arról ábrándozol és gondolkodsz és vizualizálod, amit a világon a legjobban szeretnél, amire a leginkább vágysz. És az már tud egy ilyen pozitív töltetet adni. Vagy a másik, amit én nagyon szeretek, én megmondom őszintén, hogy én reggel nem szoktam meditálni, mert én nagyon álmos leszek tőle, és nem szeretek reggel álmos lenni, hanem örülök, hogy fölébredtem és elindult a napom. Én délután szeretek meditálni. Én inkább naplót írok. Számomra a naplózás, a határidőnapló, a journaling, a bullet journal és minden, ami naplózás, az nagyon, nagyon fontos nekem. Csinálok lista technikával manifestációs gyakorlatokat csinálok. Kedves naplóm, leírom a napomat, hogy mit szeretnék, vagy miért vagyok hálás, vagy milyen érzések vannak bennem ma reggel, mit szeretnék a mai napommal kezdeni, tehát teljesen mint a gimibe a kedves naplóm. Ezen felül írok manifestációs naplót is. Ez nekem nagyon fontos. És utána, ha ezzel megvagyok, utána megtervezem az egész hetemet, vagy az napomat, ami szintén nagyon fontos számomra, hogy leírjam, hogy ma ezt meg ezt kell csinálni, ide is ide kell menni, mert sokkal produktívabb lesz a nap, hogyha látom, hogy össze van írva, hogy mik azok, amik a teendőim. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezzel a videóval, és remélem, hogy tetszik nektek az, hogyha lesznek néha ilyen motivációs videók. Én úgy gondoltam, hogy hetente, két hetente egy ilyen motivációs videót készítek azért nektek a vlogok mellé, természetesen a vlogoknak se lesz vége, sőt, mivel nagyon sokan írtátok, ezért lesz vlogmas mindenféleképpen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, és jön a következő egy vlog, mégpedig egy nagyon izgi vlog lesz, ugyanis képzeljétek el, hogy megyek Auschwitzba. És fogom nektek vlogolni. Nyilván csak azt a részét, amit meg lehet mutatni, csak azt a részét, amivel nem keltek rossz érzést bennetek természetesen. Úgyhogy, ha érdekel bennetek ez az utazás és a tapasztalataim, akkor pedig majd várlak benneteket a következő vlogban. És köszönöm, hogy itt voltál velem, nyomj egy lájkot, hogyha tetszett ez a videó, és kommentelj egy könyv emojit. Mert képzeljétek el, hogy ma jött ki a könyvem, ma hoztuk el a nyomdából, és végre kijött az énektanítós könyvem, úgyhogy hamarosan megjelenik a határidőnaplóm is, de majd arról később mesélek nektek. Sziasztok!